A Vojvodina sport és üzletközpont előtti térről indulva, a motoros télapók idén az Újvidéki Gyermekkórház, a gyermekszálló, valamint a Szociális Munkaközpont menedékházának védenceit örvendeztették meg. A körutat a Szabadság téren fejezték. Tudom, hogy tehát úgy Újvidéken ez az akció nagyon ismert, meg hogy az egész város támogassa. Én őszintén a motorokat nem nagyon kedvelem, de szerintem a gyerekek azért is gyűlnek össze, meg azért jön ennyi nép össze, hogy a gyerekek miatt ugye télapót lássanak motorokon, meg hogy ha már hó nincs, akkor legalább legyenek a télapók a motorokon. Elsősorban önkéntes adományokból gyűjtik össze a pénzt nem csak az apostolok, hanem más vajdasági motoros egyesületek tagjai is. Ezt az összeget egészítik ki egyéb támogatók is, egyének és szervezetek. S obzirom da se oni sami oko toga angažuju da najveći deo sredstava ulažu iz nekih sopstvenih izvora i animirajući svoje prijatelje i partnere, mi smo se odlučili takođe da se to uključimo i da ih podržimo s obzirom da nam je jasno kakva je situacija ove godine, da će biti neophodno da se zaštite i oni sami, a i da zaštitimo decu. Az előző években meg is motoroztatták az érdeklődő gyerekeket, valamint beszélgettek is velük. Idén azonban közbeszólt a koronavírus. Ove godine, nažalost, zbog situacije nismo mogli da imamo kontakt sa mališanima u ustanovama koje smo obilazili zbog, naravno, mera predostrožnosti. Žao nam je, virili su s prozora, mi smo mahali, poklone smo im ostavili, bit će im uručeni svima. A csomagok édességeket és játékokat tartalmaznak. Idén azonban az összeg egy részét egészségügyi felszerelésre szánták az Újvidéki Gyermekkórház javára. Obično završimo u centru grada sa velikim brojem paketića za mališane, ali sad se bojimo zbog ove situacije da okupimo veliki broj mališana u centru, pa smo onda te pare preusmjerili za kupovinu malo zbiljnijih ovih medicinskih uređaja. Tako da smo pitali bolnicu šta im je potrebno, neophodno, tako da smo kupili neke hiruške aspiratore, inhalatori, tako da ćemo to dostaviti kao donaciju. Az idei volt a 18. humanitáris akció. A hideg és a járvány dacára nagy számban jöttek össze a segítőkész motorosok.